belegondolni is szédítő, hogy immár 36 esztendő telt el a Final Fantasy széria indulása óta. A világ egyik legnépszerűbb és legismertebb videójáték sorozatának részei folyamatosan érkeztek az elmúlt években, a tempó alig látszott lassulni. Kezdetben szinte minden évben érkezett egy új számozott epizód, de később is maximum 3 évig tartott a hiátus. A 2016-os Final Fantasy 15 óta viszont teljes volt a csend azon túl, hogy természetesen tudtuk, hogy készül a 16. rész, mindössze a türelem oly nemes erényét kellett fájdalmasan hosszú ideig gyakorolnia azoknak, akik játszani is szeretnének vele. Közben sem unatkoztunk persze, gondoskodott erről egyebek mellett a Final Fantasy 7 remake, de mindenki pontosan tudta, hogy az igazán nagy durranás Naoki Yoshida és a Square Enix Creative Business Unit 3 boszorkány konyhájában készül. Yoshida volt az, aki annó feltámasztotta és elképesztően népszerűvé tette a legutóbbi MMO epizódot, a pocsékúr rajtoló, de azóta az égbe emelkedett Final Fantasy 14-et. Egy ilyen siker után pedig érthető, hogy miért is kapta meg a Final Fantasy 16-ot. Ennek a résznek ugyanis nem kisebb feladata volt, mint a széria renoméjának visszaállítása. Nem kapott rossz értékeléseket a Final Fantasy 15, voltak akik szerették a Final Fantasy 13-at és annak folytatásait, de abban azért megállapodhatunk, hogy utoljára igazán átütő erejű sikert csak a Final Fantasy 10 tudott elérni. Most pedig örömmel jelenthetjük, hogy a 16. résznek megvan erre minden esélye. Egy olyan játékot kaptunk ugyanis, ami minden tekintetben megindokolja végre azt a régóta húzódó kérdést, hogy milyennek is kell lennie egy Next Gen címnek. 2,5 évvel a jelen konzol generáció indulása után pedig azért valljuk be, ennek már eléggé itt volt az ideje. Ha új Final Fantasy epizód, akkor egy teljesen új világ érkezik, jól tudják már ezt a rajongók. Ezúttal egy Valisthea nevezeti birodalomban kapott helyet a cselekmény, de mindenki megnyugodhat, a sorozat kulcsfontosságú elemei, mint a szélsebesen rohanó óriásmadarak, vagyis a csokobók, vagy a megidézhető gigászi szörnyetekek, az ikonok most sem maradtak ki a mixből, sőt, utóbbiak kulcsfontosságú szereplői Valistheának. Ebben a világban ugyanis kétféle forrása van a mágiának. Egyrészt hatalmas, hegynyi kristályok, úgynevezett anyakristályok magasodnak a kontinens egy-két pontján, ezeket bányászva az apróbb kristályszilánkok segítségével lehetséges a varázshasználat. Másfelől viszont akadnak olyan különleges emberek, akik a kristály használata nélkül is képesek az elementális mágia valamilyen formájára. A csavar az, hogy ők egyáltalán nem a társadalom megbecsült tagjai, sokkal inkább rabszolgák, akiket megbillogoznak és áruként adnak-vesznek az emberek. De hogy jönnek a képbe az ikonok? Nos, úgy, hogy mindegyik említett anyakristályhoz tartozik egy elementális erő, ezeknek az erőknek pedig az ikonok a manifestációi. A legendás lényeknek ugyanakkor szükségük van emberi hordozóra is, azokat a varázshasználókat nevezzük dominantnek, akik egy ikont rejtenek magukban. Van, ahol ők az uralkodó ház tagjai, más nemzeteknél láncra verve tartják őket. Az egész kaland főhőse nem más, mint Clive Rossfield, Rosaria uralkodójának elsőszülött fia, aki bár maga nem egy dominant, valamiért mégis képes magába szívni és használni egyszerre többféle ikon erejét is. Összesen 3 életszakaszban, 10-es, 20-as és 30-as éveiben irányíthatjuk Clive-ot, és bizony egyedül csak őt. Bár sokszor szegődnek majd mellénk társak, sőt Clive hűséges ebe, Torgál szinte folyamatosan elválaszthatatlan tőle, a pajtásoknak nem adhatunk konkrét utasításokat, ez alól az említett Torgál képez csak minimális kivételt. Clive egy szerethető főhős, aki pontosan annyira depresszív, amennyit elvárunk egy Final Fantasy játéktól, és nyilván az sem lesz meglepő, hogy tragikus múlttal és nagy titkokkal vág neki ennek az egész mesének. Az alapvetően is elég izgalmas Kulimászt tovább kavarja, a nemes egyszerűséggel csak a Blight, azaz Métej néven emlegetett sötét borzalom, ami szépen lassan bekebelezi a korábban termékeny földeket. Ha egy régiót elemésztett a Métej, akkor ott többé nem él meg állat, nem nő növény és a varázs használat is lehetetlenné válik. Mivel a kor minden irányból támad, Valisthea országainak folyamatosan fogy a területe, ez pedig egymás ellen ugrasztja a nemzeteket. Pillanatok alatt kiépül egy olyan bonyolult, kezdetekben csak falatonként értelmezhető, de a történet előre haladtával szépen lassan kibontakozó többségú hatalmi játszma, amit gond nélkül megirigyelhetne akár még a trónok harca is. A háttérben 1001 szálon futó, politikai és konkrét kardokkal vívott csatározásokkal teli, monumentális történet egyáltalán nem könnyen követhető, viszont olyan segítséget adnak az alkotók ezen a téren a játékos kezébe, amit itt és most kötelezővé tennénk egy halom hasonszűrű cím esetében is. Bármikor, bármely átvezető alatt előcsalható ugyanis egyetlen gomnyomásra egy súgó,
ami nagyjából úgy működik, mint a Prime Video streaming platformon az X-ray funkció. Gyors és átfogó információt kaphatunk az épp a képernyő látható karakterekről, valamint az aktuálisan szóban forgó témákról. Mivel a játék elején egyből az események sűrűjében találjuk magunkat, nehéz hangsúlyozni, milyen hatalmas segítség ez a kis súgó, de itt még messze nem álltak meg a fejlesztők. Külön NPC tartozik a mindenféle háttérinformáció rendszerezéséhez, akit érdemes időről időre meglátogatni és átnézni nála a dolgokat. Később, amikor már felgyorsulnak az események és fontos lesz, hogy figyelemmel kísérjük az egyes nemzetek viszonyait, egy másik NPC csak azért felel majd, hogy rendes vizuális körítéssel megspékelt történelemleckéket adjon nekünk, és így elmagyarázza az aktuálisan egymás ellen feszülő országok múltját, jelenét. Ő egyébként bátran viccet is csinál abból, hogy a karakterünk nem rendelkezik ezekkel az infókkal, és a fejébe kell őket verni, de pontosan így tesz óriási szívességet nekünk, játékosoknak. Gyorsan szögezzük le, a Final Fantasy 16 nem egy klasszikus, nyílt világú akciószerepjáték. Van egy világtérkép, de az új helyszínek csak a sztori küldetések teljesítésével nyílnak meg rajta, és bár utólag egy-két mellékmissziót teljesíteni, körözési táblán szereplő legendás szörnyet levadászni még vissza fogunk térni mindenhová, nem ez a játékmenet elsődleges mozgatórugója. Ráadásul az egyes lokációk nagyrészt csőrendszerekből állnak, csak olykor-olykor futunk majd bele nagyobb nyitott területekbe. A játék története lineáris, de egyúttal annyira fordulatos, annyira jól megírt, hogy ez egyetlen másodpercig sem fog zavarni senkit sem. A méretekkel persze így sem lesz gond, jó sok kilométert bele kell pakolnunk a lábunkba, mire eljutunk odáig, hogy egy mellékküldetéssel feloldjuk a hátasunkat. Szerencsére akadnak gyorsutazási pontok, és már itt kitűnik az, hogy ezt a játékot SSD-re álmodták meg. A Final Fantasy 16-ban ugyanis egyáltalán nincs töltőképernyő, maximum egy-két szempillantás erejéig elsötétül a monitorunk vagy tévénk, és már folytatódik is a kaland. Nincs ez másként a gyors utazás vagy a mentett játékállás betöltése esetében sem. A Final Fantasy 16 le sem tagadhatná, hogy a harcrendszeréért a Devil May Cry széria egyik veteránja, Ryota Suzuki felelt. Az összecsapások pont annyira dinamikusak és látványosak, mint Dante kalandjaiban voltak. Kapunk egy gombot a közelharci, egyet pedig a mágikus távolsági támadásokra. Van még egy extra konstunk, ami az épp viselt Icon erő függvényében változik, és az Iconokhoz vannak kötve a képességpontokért feloldható durvább skillek. Utóbbiakból Icononként egyszerre kettőt tárolhatunk el. Minden skillnek más és más cooldownja van, de nem sokszor leszünk elsüthető képességek nélkül, ugyanis a megszerzettek közül egyidejűleg három Icon hatalmát rendelhetjük magunkhoz, ezek között pedig bármikor váltogathatunk. Mindez a gyakorlatban 6 darab nagy erejű mágikus képességet és 3 extra trükköt jelent. Utóbbiakkal gyorsan odavetődhetünk az ellenfélhez, védhetjük magunkat, vagy épp a közvetlen közelünkbe is ránthatjuk a gaz ellenlábasokat. Fontos eleme a harcrendszernek a kitérés. Ha jó időben sütjük el, akkor bónuszokat kapunk, illetve a visszacsapás, ami a támadás gombbal aktiválható. Kevés játék használja azt a megoldást, hogy a támadás és a hárítás egyetlen gombra kerül, de nagyon kézre áll a dolog. Nem csak az ellenfelek életerejét fogjuk darálni, figyelnünk kell a stagger mércére is. Ha ugyanis leolvasztjuk a sárga csíkot a HP-juk alól, akkor összerogjanak és remek alkalmat kínálnak az alapos megszeretgetésükre. Mindebből egy piszok látványos, pörgős, addiktív harcrendszer születik, amit egy halom kombóval tehetünk még színesebbé. Vagy ezt a részét a dolognak akár rá is bízhatjuk a játékra, és itt jön képbe a végtelenül ötletes nehézségi rendszer, illetve egészen pontosan annak hiánya. A Final Fantasy 16-ban ugyanis nincsenek külön nehézségi fokozatok, kapunk viszont pár olyan ékszert, amivel teljesen átalakíthatjuk a játékmenetet. Van gyűrű, amitől a játék lelassul, mielőtt ki kéne térnünk egy támadás elől, de egy másik ékszerrel simán csak teljesen automatikussá válik az egész folyamat. Akad ráadásul olyan gyűrű is, amelyet viselve elég csak a sima közelharci támadás gombját nyomogatnunk, teljesen magától fogja Clive bevinni a legdurvább kombókat, és ugyancsak automatikusan pörgeti a mágikus skilleket is. Nekünk csak arra kell figyelnünk, hogy ne harapjunk fűbe, miközben két kézzel szórjuk az áldást. Felszerelések terén egyébként nem nagy a választék, az említett ékszerekből egyszer három lehet nálunk, ezen felül pedig főhősünk egy alkarvédőt, egy övet és egy kardot visel. Valószínűleg csak az újoncokat fogja meglepetésként érni, de arról senki sem álmodjon, hogy virtuális babázásba kezd, és öltöztetni tudja Clive-ot, páncélokat ugyanis nem szerezhetünk. El leszünk azért ennyi cuccal is, a kardok például kifejezetten jól néznek ki, és remek elfoglaltsága a felszerelések fejlesztgetése is a helyi kovácsmesternél. A történet tehát remekül megírt, masszív és fordulatos,
A fejlesztők okos trükkjeinek hála pedig nem kell a fél életünket jegyzeteléssel tölteni. A harcrendszer ötletes, dinamikus és teljesen személyre szabható. A Final Fantasy 16-ot három nagy pillér teszik kiemelkedő játékká, ezek közül kettőt már kiveséztünk. Zárásként térjünk is rá a harmadikra, ami nem más, mint a látvány. Egészen döbbenetes, hogy milyen szép a Final Fantasy 16 még úgy is, hogy láttunk már jó pár nem csúnya játékot PlayStation 5-ön. A textúrák, a tájrészletessége, a különféle ruhadarabok kidolgozottsága abszolút felsőpolcos kategória. Választhatunk quality és performance mód között, az előbbi egy natív 1440p-s felbontást skálász fel 4K-ra fix 30 fps mellett, az utóbbi pedig 1080p-t húz fel 1440p-ig némi árnyékolási limitáció és hasonló apróbb kötöttség mellett, miközben próbálja tartani a 60 fps-t. Tényleg csak próbálja, bolykor akadnak nagyobb röccenések, de messze nem tragikus a helyzet. Mindkét játékmód nagyjából hozza az ígérteket, és így Kiki eldöntheti, hogy a harc miatt egyébként tényleg Ildamos nagyjából 60 fps-t akarják kisajtolni, és egyébként így sem lesz csúnya a játék, sőt, vagy inkább a lehető legtökéletesebb látványt szeretné elérni, és beéri alacsonyabb képkockaszámmal. Fontos megjegyezni, hogy a döntésünktől függetlenül az átvezetők mindig 30 fps-re fognak futni. A zenére nehéz szavakat találni, egészen egyszerűen káprázatos. Nem véletlen, hogy Masayoshi Sokennek köszönhetjük. A szinkron ugyancsak patika, bár nagyon fura volt közvetlenül a Diablo 4 után már is újra hallani Ralph Innocent. Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. There. That's our way into the inner sanctum. A Final Fantasy 16 egy óriási léptékű játék, mind narratívájában, mind játékmenetében. Ügyesen, apróbb falatokban adagolja nekünk a sztorit, és ugyanilyen megfontoltan nyílik csak ki egy tényleg óriási játéktér. A mellék küldetések lehettek volna izgalmasabbak, mondjuk végtelenül kedves gesztus, hogy a valóban fontosakat külön megjelölték közülük, és persze sokkal jobb lenne a fix 60 fps, mint az ingadozás, de nagyon ritkán találkozunk azzal, hogy ennyire remek végeredmény szülessen a jó történet, az élvezetes harcrendszer és a pazar látványvilág keverékéből. A hangvétel sokkal felnőttesebb, mint korábban bármikor, és ez szerencsére nem csak abban merül ki, hogy 2 percenként vérbe fagyott hullákat mutogatnak, de mutatnak belőlük is bőven. Minden esélye megvan arra, hogy a 9. rész után ismét a lehető legnagyobb magaslatokba repítse a szériát, az pedig nem is lehet kérdés, hogy mindehhez mennyi köze van Naoki Yoshidának. Yoshida mester ugyanis most bebizonyította, hogy nem csak egy bukásra ítélt MMORPG-t tudott megmenteni, hanem az egész Final Fantasy szériát képes volt visszarakni a játékipar trónjára. Ha már ti is próbáltátok a Final Fantasy 16-ot, akkor mindenképp meséljétek el a saját véleményeteket lent a kommentek között. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!